13. fejezet Veszteség Kirtás hirtelen megfeszült, és olyan gyorsan fordult meg, hogy Viktória szinte alig látta a mozdulatot. Azonnal rájött, mi vonta el a fiatalember figyelmét. Elrion komor arc kifejezéssel figyelte őket, miközben halkan suttogott valamit. Viktória felismerte szavait. Egy támadó varázsige volt. – Elrion, ne! – kiáltotta kértes. Feje fölött keresztezte karjait, hogy valamiféle ellenvarázslatot vigyen véghez. Túl késő volt. Elvion ujjaiból mágikus energia csapott ki, átszelte a tisztást, és megcélozta Viktória testét, aki még mindig a fatörshöz tapadt. A lány felkiáltott, és karjával védekezni próbált, bár valami azt csúgta. Túl késő. A varázsló váratlanul lepte meg őket, és a lány tudta, hogy meg fog halni. Ekkor hirtelen kiáltás hasított a levegőbe. Viktória sohasem fogja elfelejteni, amit abban a pillanatban látott. Egy test ugrott közé, és Elrion közé, hogy teljes egészében felfogja a mágikus támadását, és az ellenvarázslatot is, amivel kírtes próbálta megállítani. Amikor a két energianyaláb neki csapódott az árnyékból előlépő alaknak, Borzalmas, mégis hihetetlenül gyönyörű, sokszínű robbanás látszott. Olyan volt, mint végignézni egy csillag halálát. Sáil, az ellenállás varázslója, barátja, testvére és tanítómestere, úgy esett részeire Viktória elborzott szeme előtt, mintha sohasem létezett volna. Elszen felkapta a fejét, és összeráncolta homlokát. Valami azt súgja, hogy Sáilnak és Viktóriának problémái adódtak, mondta. Mielőbb ki kell jutnunk innen. Pont ezzel próbálkozunk, azért gyilkoltál le annyi őrt, emlékeztette Jack. De az az érzésem, hogy folyamatosan csak egy helyben keringünk, különben is minden kapot őriznek. Van egy ötletem. Köves. Elszán futásnak eredt a folyosón, még végül egy szűk csiga lépcsőhöz érkezett. Jack azt hitte, lefelé indul majd a lépcsőn, ám legnagyobb meglepetésére fölfelé vette az irányt. A fiú nyugtalanul eredt a nyomába. Kis idő múlva egy torony tetejére érkeztek. Jack megkönnyebbülten lélegezte be az éjszaka friss levegőjét. Onnan kémlelte az erdő árnyait, Hát, ha Viktória és Sájl nyomára bukkan, ám minden nyugodtnak tűnt. Remélte, hogy jól vannak. Miközben felfelé haladtak a lépcsőn, rájött, hogy rejtőzködő varázslata eltűnt. Reménykedett benne, hogy ez nem jelenti azt, hogy Sájl fogjul esett. Vagy valami még rosszabbat. Elszán kihajolt az ormon. A magasság egyáltalán nem volt lebecsülendő. Mire készülsz? kérdezte nyugtalanul Jack. Elszán nem válaszolt. Eltávolodott az oromtól, és Jack felé fordult. Mielőtt a fiú megsejthette volna szándékát, elkapta, a magasba emelte, és a hátára rakta. – Hé! – kiáltott fel a fiú, meglepődve Álszán erejétől, aki olyan könnyedén emelte a magasba, mintha csak egy tolpihe lenne. – Mit? – kapaszkodj erősen. Jack tiltakozni akart, de nem volt rá ideje. Álszán neki futott, ő pedig nem tehetett mást, mint hogy teljes erejéből belé kapaszkodik. Az orom felé rohant, és Jackkel a hátán hatalmasat ugrott. Mindketten érezték, ahogy testük a levegőt hasítja, aztán a földre zuhannak. Álszán talpra érkezett a füvön. Jack némileg szédülten szállt le a hátáról, mert még mindig nem hitte el, ami történt hihetetlen, mormolta. Szinte olyan volt, mint repülni. A szíve kicsit hevesebben dobogott. Repülni. Nincs idő az álmodozásra, figyelmeztette álszán. Nem sokára utánunk jönnek. Viktória dühösen, fájdalmasan és tehetetlenül kiáltott fel. Érezte, hogy lábai nem engedelmeskednek. Térdre rogyott a füvön, Szemét elöntötte a könyv. Egyetlen gondolat lüktetett fejében. Sáél halott, Sáél halott, Sáél meghalt, hogy megmentse az életemet. Alig hallotta Erion hangját. Nem tudom, miben mesterkedz kirtás, de Asrannak nem fog tetszeni. Ha nem ismernélek, azt hinném, éppen elárulni készülsz a... A varázsló sohasem fejezhette be a mondatot. Kirtás halkan és végzetesen kivont siklott felé. Amikor Elrion felfedezte szemében a halál szikráját, már túl késő volt. Viktória látta, ahogy a varázsló holtan a földre hanyatlik, de ettől egyáltalán nem érezte magát jobban. Tekintetét kirtás alakjára szegezte, aki hát talált neki, kezében még mindig kardal. Megtört a varázs már csak a gyűlöletnek és a bosszú vágynak volt helye. Viktória halkan magához parancsolta a varázsbotot, az pedig engedelmeskedett neki. Amikor Kírtás megfordult, látta, hogy Viktória fegyverrel a kezében áll előtte, szemed dűtől és fájdalomtól szikrázik. Megöllek, jelentette ki a lány. Viktória még mindig könnyes szemmel, vad üvöltéssel vetette rá magát. Jack úgy találta, a szisek nyugtalannak tűnnek, mégis tucatjával indultak ellenük. Álszán és ő végül elérték a kis erdőt, ám a kígyó emberek még mindig a sarkukban voltak. Álszán hirtelen megtorpant. – Menj, keresd meg Sájilt és Viktóriát! – morogta. – Én majd feltartom őket. Jack ránézett nem hagylak megint magadra. Az ördögbe is, fiú, tedd, amit mondtam. Szembe kell szállni velük, jobb, mint hátat fordítani nekik. Jack némileg bizalmatlanul nézett rá, mégsem mert ellent mondani álszánnak, még kevésbé ilyen körülmények között. Gyomrában gombóccal fordult meg, és tűnt el az erdőben. Viktória megint felüvöltött, és a varázsbottal teljes erejéből kirtes felé suhintott. A fiú könnyedén ugrott félre, és kardjával felfogta az ütést. Amikor a két fegyver összecsapott, szikrázó ragyogás látszott. Ájsel varázsbottya finom, pislákoló fényt bocsájtott ki magából, mintha csak egy varázslatot pumpáló szív lenne. Kírtás kardja fagyos, kékes-fehér színben ragyogott. A lány újra és újra lesújtott. Kírtás csendesen és fürgén mozgott körülötte, precízen és ügyesen bánt kardjával. Ha Viktóriát nem vakította volna el annyira a gyűlölet és a fájdalom, rájön, hogy a fiú azonnal megölhette volna, ha akarja. Ám kírtás csupán rezzenéstelen arccal kivédte ütéseit, annak ellenére, hogy valószínűleg már tudta, Viktória nincs abban az állapotban, hogy irányítani tudná a varázsbotot. Ennek következtében a varázserőtől lángoló tárgy gazdáján kívül bárki számára végzetes lehetett volna. Azonban úgy tűnt, ez nem igazán érdekli. Talán azért, mert tudta, bármennyire is erőlködik Viktória, minden gyűlölete ellenére sohasem tudná megérinteni, ha ő nem hagyná. Viktória fizikailag és lelkileg is kimerült, de továbbra is próbálta elérni kírtást a varázsbottal, csak ütni, 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 és ölni kívánt. Még hozzá kirtást, aki továbbra is csak kerülgette, és támadás nélkül védekezett. Végül Viktória megbotlott, és térdre esett. A varázsbot kicsúszott a kezéből, ő pedig zokogni kezdett. Sajnálom, szólt egy hang az elméjében. Próbáltam megakadályozni, tudod. Viktória meglepetten kapta fel a fejét, és körülnézett. Kirtás eltűnt, ám tudata egy szegletében, még mindig hallotta hangját. Még találkozunk, Viktória. Viktória! A lány ugrott egyet, és hirtelen maga előtt találta Jacket. A fiú zöld szeme kérdőn nézett rá, arcán pedig mélységes aggodalom tükröződött. Még jó, hogy nincs semmi bajod, mondta, miközben mély szeretettel nézett rá. Egy pillanatig attól féltem, hogy... Jack nem tudta befejezni a mondatot. Viktória karjaiba omlott, és végtelen keserűséggel zokogni kezdett. Jack zavarában és megdöbbenésében ügyetlenül ölelte át, miközben néhány vigasztaló szót mormogott. Körbenézett, hogy válaszokat keressen, ám csak Elrion elnyúlt testét látta a füvön. Megöltétek a varázslót, mondta meglepetten. Viktória elvált tőle, és felszárította a könnyeit. Mi? Nem nyögte ki. Kértes volt. Jack összeráncolta a szemöldökét. Kértes megölte a saját varázslóját! Viktória nyelt egyet. Jack, sáil suttogta, és érezte, hogy szeme újra megtelik könnyel. Jeges kéz markolt Jack szívébe és egy pillanatra elfelejtett dobogni. Mi történt Sáillal? kérdezte mormogva. Ám Viktória csak kétségbe esetten bámulta a kezét. Nem talált rá szavakat, hogy elmondja, mi történt, hogy Sáill a szeme előtt vált semmivé. Még a teste sem maradt meg, hogy elsirathassák. Túlságosan borzalmas volt ahhoz, hogy igaz legyen, és mégis az volt. Sáil azért halt meg, hogy megmentse az életemet, mondta végül halkan. Újra zokogni kezdett. Jobb kezébe szorította Sáil ajándékát, az egyszarbú könnyét, fejét pedig Jack vállára hajtotta. A fiú mélyet sóhajtott, és fáradtan hunta le a szemét. Nem került Sáillal annyira bizalmas kapcsolatba, mint amilyen álszánhoz kötötte, de mindig is nagyra becsülte a fiatal varázslót. Aki derűs volt, kellemes, és főképpen jó barát, akiben bízhatott. Ám Jack azonnal megértette, hogy Viktóriának ennél sokkal többet jelentett. Shail és ő nagyon közel kerültek egymáshoz, szinte olyanok voltak, mint a testvérek. Vajon mihez kezd majd a lány nélküle? Jack sejtette, hogy valahogyan neki kell majd betöltenie az űrt a szívében, főleg azok után, ami elszennal történt erősen szorította magához, és rájött, hogy nem bírná elviselni, ha őt is elveszítette volna. Viktória vállába temette arcát, és kicsit jobban érezte magát. Jack megsimogatta a haját, és meglepődött azon, hogy milyen lágy. Nagyon sajnálom, Viktória, mondta halkan. Kirtes volt az, ugye? Nem, válaszolta a lány. Elrion volt. Valójában kirtes. Kirtes megpróbált megvédeni. Jutott eszébe hirtelen. A logika az diktálta, hogy ez kétségkívül azért történt, mert élve volt rá szüksége a varázsbot használatához. Habár nem azt mondta, hogy meg kellene ölnie. De akkor vajon miért hagyta futni? Megrázta a fejét. Nem volt ereje, hogy megpróbálja megfejteni ellensége különös viselkedésének okait. Akkor egy üvöltés hallatszott, és mindketten riadtan kapták fel a fejüket. Egy hatalmas, szőrös alak rohant feléjük a tisztáson át. Egy csapat felfegyverzett szisz üldözte, akik landzsákat dobáltak utána. Álszán! kiáltott fel Jack. Álszán! ismételte Viktória. Tűnjünk el innen! Mordult fel Álszán. Viktória nem mozdult. Álszán már majdnem elérte őket, és a lány olyan borzalmasnak látta, hogy hirtelen ösztönösen megragadta a varázspotot, pont akkor, amikor a félig ember, félig vadállat lény odaért hozzájuk. Lélek, sikította Viktória gondolatban. Lélek, vigyél el minket innen. Akkor először sikerült azonnal megidéznie. Mielőtt eltűnt, utolsó gondolata az volt, hogy Sáil büszke lenne rá. A szisek a három fiatalra vetették magukat, ám az ellenállás megmaradt tagjai addigra már eltűntek. Megszöktek, uram, tájékoztatta Ászazer. Kirtes szó nélkül bólintott. Kihajolt az ablakon, és háttal a az éjszakai tájat szemlélte. Mi legyen a varázsló testével? Kérdezte bizonytalanul. Hozzátok vissza a várba, válaszolt a halkan kírtás. A szés nem szólt semmi mást, a legkisebb megjegyzést sem tette. Hangtalanul vonult vissza, és kírtás nem tudott elnyomni egy enyhe mosolyt. Azok a lények még akkor is kételkedés nélkül engedelmeskednének neki, ha egyenesen a biztos halálba küldeni őket. Mert ők tudták, és amikor kirtásra néztek, többet láttak, mint amit bármely ember észrevehet. Kirtás. A hang hűvös volt és mély. Nem lehetett nem meghallani. A fiú lassan fordult meg. A helység közepén egy testetlen, magas, sötét, árnyékba burkolózott alak jelent meg. Kirtás fejet hajtott ura ásrán a fekete mágus előtt. Mi történt? Hol van Elrion? Elkövette a sokadik hibát, ezért meg kellett válnom tőle, mormogta kirtás. Ásrán összefont a karját. Van fogalmad róla, milyen nehéz olyan varázslót találni, aki megfelel az elvárásaidnak? kérdezte Ásrán, és hangja fenyegetően csengett. Bocsánatodért esedezem, uram, de az emberek nem állnak azon a szinten, amit a küldetés megkíván. Különös világban mozgunk. Nem csak ügyességre van szükség, hanem alkalmazkodó képességre, diszkrécióra és feltétlen engedelmességre, tette hozzá Szelíden. Értem. Mit javasolsz tehát? Tisztában vagyok vele, hogy a szisek varázslói képességei nagyon korlátozottak. Mivel nem volt rá lehetőségük, hogy belépjenek a mágikus rendbe, és kifejleszthessék tudásukat. A janok viszont kiszámíthatatlanok és impulzívak, a varuk pedig nem túl hatékonyak a szárazföldi küldetésekben. Talán valaki a tündérek népéből a tündérek tömegesen fordultak szembe a sekek birodalmával egyetlen varázslójukkal sem számolhatunk sorainkban. De meglátom, mit tehetek. Kirtás bólintott, ám nem szólt semmit. Elpusztítottátok már az ellenállást, akarta tudni Ásrán. Mondhatjuk úgy, hogy igen, uram. Elvesztették a varázslójukat, és Álszán Vanisszár hercege tökéletlen hibriddé változott, nem hiszem, hogy ebben az állapotban képes lenne bármiféle Isten tagadó csoportot vezetni. Valóban. Amikor fogjul ejtettük, Elrion kísérletezni kezdett vele. A herceg nagyon büszke fiatalember. Mire rájön, mi mindent von maga után új helyzete. Lelkileg teljesen össze fog törni. Hát a többi. Két gyerek, uram. Mégis elszöktek. A lánynál van Ájsel varázsbotja. Megpróbáltam élve elfogni, de Elrion közbelépett, hogy megölje. Időszerűtlen közbeavatkozása az oka, hogy a lány elmenekült, és a saját haláláról is ő tehet, tette hozzá. Ásrán kírtás szemébe nézett, a fiú által tekintetét. Higgadt fellépésében semmi sem árulta el az igazat, melyet ura elől rejtegetett hogy Elrion azért próbálta megölni Viktóriát, mert valószínűleg kihallgatta őket, és ugyanazt tudta meg róla, amit maga kírtás is. Elrion utolsó szavai még mindig az elméjében csengtek. Nem tudom, miben mesterkedsz kírtás, de Esránnak nem fog tetszeni. Ha nem ismernélek annyira, azt gondolnám épp elárulni készülsz a... Elrion már nem fejezhette be a mondatot ám kirtest tudta, hogy sohasem fogja elfelejteni. Értem, mondta végül ásrán. Mi van a varázsbottal? Félek, hogy csak a lány, Viktória tudja használni. Megkeresem. Fogjul tudnám ejteni, de ha megengeded, uram, hasznosabbnak találom, ha követem, hogy ő maga vezessen el az egy egyszarvúig. Ami pedig a fiút, Jacket illeti. Őt is megkeresem és megölöm, ha ez a kívánságod. A fekete mágus elgondolkodott. Nem, mondta végül. Sürgősebb, hogy megtaláljuk a sárkányt és az egyszarvút. Kirtes bólintott. De tette hozzá a sötét úr ha még egyszer az utadba kerül nincs kegyelem mormogta kirtes. Olyan hideg szemekkel nézett ásrán képére, akár a jégkristály.